Én nagyon szerettem volna pénzt, amikor nem volt. És én megígértem magamnak, hogy ha lesz, már pedig lesz, akkor én meg fogom engedni azokat a dolgokat magamnak, ami csak kifér a csövön. Ezért is vagy most mondjuk egy jó kis Gucci kabátban? Igen. De a cipőd is az. Hány forint van most rajtad? Hát szerintem nem tudom. Ha csak a ruha? Igen. Hát igen. Szerintem egy millió kettő. Még mindig az vagyok, akinek jó, nem tudom milyen ruha, tehát hogy én nem vágyom arra, hogy a Gucciba menjünk, ha bár valamikor megfordulunk. Most nyilván nem azt mondom, hogy sírva fakadok, hogy fel kell vennem, meg na, tehát hogy az elég álszent lenne, de hogy alapvetően meg inkább azt mondom, hogy csinosítgassuk a lakás, hogy otthonos legyen. Aki közelemben lévő, annak baja nem lehet. Én azért nem élek rá mondjuk vitatkozni, vagy vannak olyan dolgok, amikben nem állok bele, mind a mellett, hogy mindenki azt látja, hogy én mindenbe beleállok. Ez nem így van, mert több dologba bele tudnék állni, és lényegesebb dolgokba, mint amiket így lazán elhintek és felfújja a sajtó. Én nekem kötelességem a saját háztartásom, a gyermekeim háztartása, édesanyám háztartása, a nagymamám háztartása. Imádom a gyerekeket, három gyermekem lesz, soha nem gondoltam, hogy nem. Hogy vagy? Most jól, nagyon jó. Még az elején vagyok hát egyébként, de nagyon jó. De pont az elején szoktak rosszul lenni. Igen, nagyon érzelmes vagyok, ez még az első két várandóságom alkalmában ennyire nem jött ki, úgyhogy remélem, hogy nem fogok sírni. Bár ha fogok, akkor remélem, hogy boldogságom van, mert legutóbb ez nem pont így történt. Aki felnevelt engem, apám, ő nagyon sokat foglalkozott vele. Egyébként az vérszerinti, igen, de már a vérszerinti apával is meg tudtam békélni, pont mostanság, és tényleg az van, hogy de én tőlük is jobb akarok, én mindenkitől jobb apa akarok lenni, mert a gyermekeim lelki világa a legfontosabb a világon. Infláció felett kamatozik megtakarítása, ha a prémium magyar állampapírba fekteti. Ez az állampapír garantálja megtakarításának értékállóságát. Az előző évi inflációt mindig meghaladó kamatozásának köszönhetően befektetése nem csak megőrzi reálértékét, de tovább is gyarapodik. A prémium magyar állampapír könnyen kezelhető, biztonságos befektetés kimagasló kamatozással. A részletekért látogasson el az állampapír.hu-ra. Három igazság plusz mai vendégei Kulcsár Edina és Varga Márk, üdvözlünk szeretettel. Szerintem. És rögtön jön egy kérdés, mert ezt már nagyon rég fel akarom tenni. Borítékon kívüli kérdés. Ez borítékon kívüli Igen. kérdés, ez privát kérdés. Hogy szereted, ha szólítanak? Mert ugye a művész neved az GVM, GWM, bárhogy is. GVM, mindenhol. Helyesen. Igazából én még nagyon szokom hozzá, hogy Márknak szólítanak bárhol is, mert eddig mindig az volt, hogy GVM, bárhol jártam, így a 10 évem alatt. Igazából már azt megszoktam, és inkább az, hogyha akkor GVM. 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 Igen. GVM. Akkor erre a kérdésemre már megkaptam a választ, most jön Tomi a szabályokkal. Igen, itt van ez a három boríték, ezekben vannak azok a témakörök, amiket mindenképpen szeretnénk átbeszélni. Te döntöd el, hogy milyen sorrendben haladjunk, és Edina is majd ugyanabban a sorrendben kapja ugyanezeket a kérdéseket. És minden boríték megválaszolására 7 percet fogunk nektek adni, ezt a Tomi fogja mérni, és az adás előtt te is írtál egy borítékot. Az itt van nálam, de ez marad a végére. Melyik szín? Sárga. Sárga. Akkor velem kezded. Ez az én borítékom. A kérdés pedig így szól. Mi az igazság? Hogy kezdődött? Egy igazi beton dzsungelből jövök én a 9. kerületből, ami még akkor, amikor én gyermek voltam, már jobb volt, de közel sem olyan jó, mint most. Hát igazából Gát utca, Balázs Béla, akkor ott még nagyon más volt minden, akkor ott 13-15 éves gyerekek bandákban voltak, kapuajakban megbújva 5-10, és tényleg volt egy olyan életérzés, mint ami szerintem Amerika egyébként, ez a Compton, csak sokkal kisebben. Én onnan jövök, és nagyon sok fajta féle barátom, ismerősöm, rokonom van. Én láttam az éjszakából sok mindent. Na mesélj! Nem tűr nyomdafestéket. Nem az, csak, hogy milyen típusú dolgokra gondolsz, amikor gyerekként láttad ezeket? Gyerekként is volt rálátásom, vagy bele tudtam látni.
Illetve a másik részleg az viszont az volt, hogy édesanyámék, ők zenész romák, és onnan pedig a zene jött, és az, hogy láttam a nagypapámat cimbalmozni tévéműsorban reggel, illetve a turnéit és hasonló dolgok. Hát ebből tevődtem én össze, a bandázásból, a gyerekkori balhékból, és így menekültem a zenébe folyamatosan. Aztán azon kaptam magam, hogy egyre népszerűbb voltam kerületről kerületre. Mindekkor voltál hány éves? Nem tudom megmondani neked, szerintem 12-3. És hogy terjedt a híred akkor kerületről kerületre? Úgy, hogy PC mikrofona volt, ez az SMS mikrofon. Én ilyen konkrét lemezeket csináltam, és szerintem volt olyan, hogy naponta gyártottam egy lemezt, és ezt dobáltam össze-vissza. Még akkor MSM, meg MyVip, meg minden, ami baráti kör, ilyenek voltak, akkor ott próbáltam így terjeszteni az igét. De és akkor honnan volt zenei alap? Azt a YouTube-ról lesz, mit tudom én, Tupac, Do For Love instrumentál, és akkor letöltöttem, és írtam rá dumát, meg ilyenek, és akkor ez így ment szépen, így ha lehet így fogalmazni, így a gettóba, így nagyon körbe szaladt kerületről kerületre, nyilván csak a rosszabb részekre. Budára még akkor nem jutottál. Igen, nem az a karakter voltam, akit Budán is hallgattak. Viszont így kezdett kibontakozni, aztán volt egy rap verseny a 8. kerületben, a Luigi csinálta ezeket, az egy Hangolyrá nevezetű tehetségkutató volt, ami igazából arról szólt, hogy ott lemeltett mindenki, és kapott egy mikrofont, szólt az alap, és akkor ki mit tud. Na, hát innentől indult az a vonal, hogy én olyan, hogy mondjam, flash-et kaptam, hogy én ezt akarom csinálni. Én nekem nem kell semmi, én nem leszek ügyvéd, nem leszek semmi. Én rapsztár akarok lenni, és én át akarom azt élni, hogy milyen az, amikor majd egyszer úgy lépek ki, hogy akár 10 000 ember ott van, és csak GVM. Kaptam egy ilyen ütést, aztán ez így évről évre erősödött, és az egyik ilyen Hangolyrá nevezettű tehetségkutatón a Curtis volt az egyik zsűri, és onnantól kezdve ilyen tisztes távolságból engem követett, aztán én küldtem neki mindig a demókat, hogy nézze meg, hasonló dolgok, tényleg érdekelt a véleménye, szakmailag is nagyon jónak tartottam, emberileg is, és tartom is, mielőtt ezt kiforgatnák, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy az egyik cuccom után írt, de akkor már úgy mozgattam. Most akkor voltak a menő sztárok, ilyen 100 000 letöltéssel már menők. Nyilván egy másik világ volt még 10 évvel ezelőtt. Én akkor már elértem ilyen 50 000-es sikereket, 30 000-es. Az akkor úgy, azért úgy nem számított olyan rossznak. Azért úgy... Ekkor hány évesen már? Már sejtettek. Ekkor még mindig 13. 13? 14. De akkor már GVM? Akkor már GVM volt. Minek a rövidítése? A gyerekkori hülyeségnek. Gino West Marki. Ez volt, amikor én úgy nagyon megokosodtam, hogy én rapsztár leszek. Aztán nyilván, ahogy ez egyre komolyabb lett, mondtam, hogy ez így nem fog lejtelni. Várjál, mert most hallgatlak, figyelem a karrier vonalat, és most abból indulok, amit te mondtál, hogy nem, megokosodtam, és akkor rapsztár leszek, és ott ilyenkor a bandában nem volt nagyon okosodjam. De. Amikor Zoli bátyja egyszer átjött hozzám, van egy bátyám, ő jön is velem a fellépésekre általában, és behozta Tibi bátyja hozzám a szobába, és volt egy ekkora kis PC mikrofon így kidugva, egy Nokedli szaggató, és rajta egy harisnya, és ott nagyon reppeltem, és bejött, és hát ő egy ilyen éjszakai pali, és bejött, és ez mi? Így kérdezte a másik bátyámtól, hogy most ez a gyerek, ez most mit kell, mindjárt összetörök, amíg rapper leszel, menjél már innen. Szóval, hogy így reagált mindenki, azért annyira nem volt ez népszerű akkor, hogy ebből akár csak egy albérletet fel lehetne tartani. De másnak szántak, akkor... hogy mást gondoltak, hogy mást láttak benne? Igen, édesanyámnak megvolt a fejében az, hogy én egy ügyvéd leszek. Aha. Egyébként már mostani fejemmel lennék szívesen, mert tetszik a szakma. És hát a többieknek ott megint más volt. Nagyapám azt szerette volna, ha hegedűművész leszek, elgedültem is. Pont ezt akartam kérdezni még, hogy egyébként te akkoriban a nagyszüleid zenéjét cikinek tartottad, vagy izgalmasnak? És hatott rá? Én izgalmasnak, és soha nem volt az, hogy én egy olyan gyerek lettem volna, hogy bármilyen stílus nem tartok izgalmasnak. Mindenből egy picit így szeretek beszívni, és magamévá tenni.
A szövegek, tehát amikor mondtad, hogy naponta szültél egy lemezt. Igen. A szövegek, azok leűzés írót folyik igen. belőle? Igen, igen. Tehát ez jön belőle? Súgja az Isten, vagy nem tudom, ez tényleg nem tudok más mondani, hogy akkor annyira jött belőlem, hogy mit szeretnék majd, hogy mi lenne, ha bejönne, vagy mi lenne, vagy mi lesz ilyen tudatosan, akkor arról jött, de tényleg nem tudom a mennyiséget. Valószínűleg ez beláthatatlan mennyiség. Hadd ugorjak egyet az időben, mert körülbelül látom most magam előtt a 12-13 éves, akkor már GBM-et. Ma is jön belőled a szöveg? Ömlik. Tehát nem változott ebből a szempontból semmi az nem. évtized alatt? Nem. Ugyanúgy szereted, mint 12-13? Imádom. Nagyon szeretem. Viszont mára a egy-két kerületen átlépve, tűnik nekem, hogy Budára is átmerészkedtél. Igen. Igen, valahogy át. Hol tartasz ahhoz képest csak, hogy a két végpontot lássuk, a kezdőt ijesztő. Meg a... Nem, ezt sem tudom behatárolni. Gondoltam, hogy sikerül, meg én tudtam, és bíztam benne. Viszont az, ami sikerült, az, hogy tényleg most kaptam, hogy hány platina lemezt kapok egyszerre, azt, hogy közel 500 000 csak a szóló megtekintésem, ami GVM Music. Ez egy 500 000 000. Igen, 400 millió fölött van. Fölött van már, de szerintem egy 4 hónap is belemegy a 500 000-be. Én annyit tippelek. Ez az, amit elképzeltél? Ott tartasz, amit elképzeltél? Sokkal, vagy még ennél van fiolyabb? Sokkal föntebb tartok. Ami nekem meg volt írva, az nem ez. Ez szinte lehetetlen. Én tehát erről nem is gondolom, hogy tud álmodni az ember, mert ezek túl nagy számok. Tehát ezek nemzetközi szinten is nagy számok. Igen. Meg kis hazánkban azért több produktumunk is ilyen, hogy, 30 millió plusz. Ezt most szépen kéne megfogalmaznom. Hogy a fészkes fenébe sikerült ez? Tudod? Nagyon józan vagyok. Szerintem az egy nagyon nagy kulcsa. Egyébként... Szó szerint józan vagy? Szó szerint. Tehát téged nem vitt el az utca 12-13-14 évesen? Nem. Érdekes. Amikor én belecsöppentem ebbe a rapsztárkodásba, akkor volt egy kisebb szakaszom, ahol úgy elkezdtem, nyilván jöttek a buli, pia, csajok, jött pénz, ugye az egy nagyon jó vagy rossz dolog, az a helyzettől függő, és annyira gyerek voltam, hogy nyilván megcsúsztam ezzel egy picit. Mennyi idős akkor GVM? 16. 16? 15 évesen volt az első turném, ami 30 megálló volt, havonta. Havonta. Hát azért meg lehet csúszni, hát egy kamasz jó, tehát nyilván a bulizást ki kell próbálni. És ez mennyi ideig tartott? Szerintem, hogy fél évet. Aztán így belenéztem a tükörbe, és fölköptem, és aláálltam, hogy engem anyám így soha nem láthat, vagy a nagymamám, vagy bárki. Ez egy szigorú család? Ez egy fú, de komplex. Hát, annyit kaptam anyámtól kicsinek, hogy ilyen legyek, hogy úgy. Hogy dirdurcsicsat, és hálás vagyok neki a mai napig, mert nagyon sok dologban visszafogott, és akkora szeretet van a mi kis burkunkban, és annyira figyelünk mindenkire. Hát édes testvérem az egy van, egy húgom, de viszont például nagymamámnál volt olyan, hogy bent laktunk, akkor mindegy különböző családi dolgok miatt apukának pihennie kellett, és akkor például laktunk ott, nem tudom, 15-en, egy 60 négyzetméteres lakásban. És ez a nagy család. Szóval, hogy ez a tipik olyan, amit a filmekben látsz, hogy amikor így összeülnek, és az asztalhoz már nem fér senki, de még a földön is ülnek és esznek, és mégis olyan szeretet van, és boldogság, és olyan jó hangulat. Apukádnak pihennie kellett. Igen. Téged nem csapott meg az állapot, hogy egyszer csak majd te is pihenni fogsz? De, és igazából nem magam, nem én voltam az, akit féltettem ebben a történetben, hanem ismételten azt tudom mondani, anyám, nagyanyám. Láttad rajtuk, hogy... Én nem akartam azt, hogy ők nekik fájjon, és igazából nekik fájt volna, nem nekem, mert én úgy gondolom, a jéghátán megélek. Érzed a kettősséget? Tehát van egy út, ami
Neked előre elrendeltetek. Így van. Te is mész pihenni, piálni fogsz, a drogok is jönni fognak, rappelni fogsz, hisz a világ nagy rapsztárjai, azok ezekből a tapasztalatokból építkeznek igazán. Hát mennyire okos az, akinek nem kell megtapasztalnia, mert szerintem te vagy az a példa, amit szokták mondani, hogy az okos az máskárán tanul, a hülye meg a sajátján. Nagyon jó életet akartam a családomnak adni. Az nagyon motivált mindig. És volt egy szakasz, amikor én 14-15 évesen egyedül maradtam, mert édesanyám kiment. Mindegy, volt ilyen családi nagy törésünk, ott volt a válás, és akkor én itthon maradtam, ugye a karriert tekintve, hogy én rapsztár leszek, és mindenféle kegyes hazugság, amit el tudtok képzelni, az ment a családom felé. Én ilyen jól vagyok, olyan jól vagyok, minden tökéletes, közben sehol semmi. Nem voltam jól, és akkor nagyon a túlélés ösztönzött, aztán pedig már a túlélésből láttam, hogy én túl tudok élni, és bármit el tudok érni, és onnantól kezdve viszont az dolgozott bennem, hogy én egy nagyon jó életet szánok a családomnak, és hiába anyám, nagyanyám, idősebb, a testvéreim, vagy bárki hasonló, vagy anyám testvérei, én azt akartam, hogy én legyek az alfa hím, és a családomat a hátamon tudjam vonszolni. Nézzük a fiatalembert itt magunk előtt. Hát most is csak 25. Mindjárt 3 gyerekes apuka. Bocsánat. Tehát... Én amúgy meg is lepődtem, hogy 25 éves vagy. Igen, csak. Amikor készültünk föl és néztem, nem tudtam, hogy hány éves vagy. Nyilván tudtam rólad sok mindent, megfigyeltelek téged, de meglepő valamiért. Hát idősebb a kisugárzásod. Nem az, ahogy kinézel, hanem a külső. De a külső is. Nem. Az a sok éjszaka. Nem, tényleg nem. Hanem amit sugárzol magadból. Hát ez pozitívan élem, meg köszönöm. Na de hát már a 25 éves GVM, az már egy kiadóvállalat. Hát az már menedzsel másokat is. Tehát tudod átadni az utat? Tudsz segíteni másoknak? Irányt tudok mutatni. Én inkább ezt mondanám, és abban a részben tudok segíteni, hogy másnak ne PC mikrofon kelljen, vagy olyan hátszer, hogy például videóklipet tudjon forgatni, vagy bármi hasonló. Én nagyon drágán dolgozom, ha bemegyek, mint producer. A piachoz képest olyan drága vagyok, hogy nagyon kevés ember az, aki megfizeti, vagy előadó. És én ezeknek az embereknek odaülök, és önszántamból. Szóval, hogy annyira nem a pénz az, ami élteti ezt az egész projektemet, hogy elmondhatatlan, hanem szimplán az, ami kell ehhez, hogy valaki higgyen abba, hogy az előadó be fog futni, aki még nem előadó. És a hit, ami szerintem nagyon fontos ebben a GVM Music Productionben, mert én nem fogok egyikből sem meggazdagodni, és nem fogok annyi pénzt, én egy kiflit nem fogok belőle venni. Ez csak arról szól, nagyon drága vagy, és nem fogsz belőle pénzt venni, ezt hozz közelebb, mert nem értem. Hogyha valakit én a szárnyaim alá veszek, és mint producer beállok mellé, és a GVM Music Production, és nem pedig egy megrendelő. Tehát a kezdőkről beszélünk. Így van. És nem az van, hogy megkeres, mit tudom én, az Opitz Barbie, és akkor azt mondja, hogy kéne egy zene, és mondok egy árat. És oda is mondjuk egy barátit mondanék pont, mert a Barbie-ról van szó, de egyébként, hogy nem ez van, hogy mondom az árat, hanem valaki megkeres, hogy általában azért a rossz fajták keresnek meg, akik olyanok, mint én, tűzből pattantak, és ők általában ikezik, hogy bátya, hallgass már meg azt a dalt. És akkor én ezt meghallgatom, és hogyha olyat érzek benne, akkor magam mellé veszem, és ott jön képbe az, hogy én abból nem akarok keresni, hanem hogyha lehet, hogy valakit innen ide húzzak, akkor én azt sokkal többre értékelem, mint hogy ebből pénzt keresek, vagy profitáljak a többi kiadóval szemben. És szerintem ettől más az én kiadóm. Van ilyen, akit így megfogtál, felemelt, és mi is ismerhetünk? Hát van. Több is van. Aki nagyon büszke vagyok, felfedezettem, az a Gino-ka, a K. Kevin, ő nagyon fut így a mainstreamben. Volt a Rubai Lacikával egy nagyon jó kis időszakunk, ő is nagyon nagy slágereket ért el. Szóval, hogy van.
több. És vannak olyan nagy produkciók is, aminél nincs is ott a nevem, és mégis egyébként az én kopogom. Mégis ott vagy valahol. Igen. Ja, 25 évesen ment. Három igazság plusz másik fele, Kulcsár Edina. Szia! Szia, Edina! Szeretettel. Ugye az a szabály, hogy ugyanazokat a kérdéseket ugyanazokban a sorrendben kapod, mint a párod GVM. És ő elsőként a sárga borítékot választotta, amiben az én kérdésem van. Neked is 7 perced lesz majd egyébként válaszolni a kérdésekre. És felejtettem már itt milyen, meg mit kell csinálni, de mondjál! Mondom az első kérdést, és aztán elkezdünk dumálni, jó? Mi az igazság? Hogy kezdődött? Hát nagyon mély beszélgetésekkel, hogyha itt a párkapcsolatunk kezdeti fázisára gondolsz. Amúgy közös munka volt, és hát most már nyilván mindenki tudja, hogy nagyon mélyen voltam akkoriban, és hát értelemszerűen úgy lehet valamit alkotni, vagy valamiben beleállni, hogyha az ember azért lelkileg jól van. És hát kérdezgette ugye, mint a producerem, hogy mégis milyen legyen a hangvitele, vagy miről szóljon egyáltalán ez a szám, és hát én nagyon nem tudtam megszólalni, és csak a rosszabb, vagy a negatívabb jellegű dolgok jöttek belőlem, és akkor mondta, hogy na állj, kész, hagyjuk abba, ülj le, beszélgessünk, ismerjük meg egymást, mert csak úgy tud segíteni, és akkor igazából ez egyre több alkalom volt, nyilván az, hogy már haladtunk a zenével is, de hogy azért így a lelki világomat így meg tudtam nyitni felé, és akkor így egyre több alkalom, meg a sok egyre mélyebb beszélgetések így rávilágítottak arra, hogy mi egyébként nagyon sok mindenben hasonlítunk. Na, és mikben? Nagyon... Mikben? Fú, hát Jézusom, hát nagyon sok mindenben, tényleg, tehát hogy sőt, ő úgy szokta mondani, hogy én a női kiadása vagyok konkrétan, mindig ezt szokta hangoztatni, és igazából a hosszúra nyúlt beszélgetések alkalmával én is rájöttem egyébként erre. Tényleg olyan mélységekig így el tudtunk menni a beszélgetéseinkbe, amivel én egyébként korábban nem is nagyon találkoztam. És nagyon furcsa volt arra ráeszmélni, hogy kvázi nekem akkoriban még egy idegen ember így megnyílik, vagy ekkora érdeklődéssel van felém, és akkoriban azért abszolút nem úgy volt, tehát hogy nem érződött ez, hogy férfi-nő, hanem tényleg mint egy mentor, mint egy producer odaül, és azt mondja, hogy na, én tényleg szeretnék segíteni, egy producernek az is a dolga, nem csak az, hogy a zenei karrierjét egyengesse valakinek, vagy építse, hanem az is, hogy megismerje a másikat, mert nyilván akkor fog tudni teljesen hitelesen azonosulni. Férfinői kapcsolattá, mert hogy mibe szerettél bele? Nem amikor, mert sokszor beszéltetek már erről, hanem inkább tényleg csak a lelki belső része érdekel ennek, hogy... Igazából volt egyszer csak egy ilyen kattanás, vagy nem is kattanás, amit így belülről érzel, ez már a sokadik alkalom volt beszélgetés, amikor így megérkezel vele, vagy egy tekintet, hogy egyszerre úgy néztek egymásra, és amikor így elkezded érzni, hogy hoppá, hogy ez már nem az érzés, amikor így valami érzelmi kötődést is érzel, vagy amikor már nem ott vagy, és érzed, hogy úgy beszélgetnék még, vagy jaj, csak mondan a pár kedves szót. Tehát, hogy engem nyilván sok minden megviselt akkoriban, és bennem tényleg ő tartotta a lelket, és nekem ő volt a mencsváram, aki hát nyilván akkoriban még nem kihúzott, de aki úgymond láthatatlanul fogta a kezemet, és tartotta a lelkemet, hogy ne essen darabokra. Tehát, hogy ő egy ilyen megmentő számomra. Amikor egy ilyen elindul, egy ilyen viszony, amit most elmeséltem, akkor mennyi rettegés volt benned? Hát nagy, nagyon, nagyon sok. Nyilván, hogyha a helyzetet figyelembe vesszük, én akkoriban már elengedtem a múltat, és tudtam, hogy mi vár rám, csak azt nem tudtam, hogy esetlegesen vele vár egy új élet. De hát nyilván, hogyha mondjuk azt tekintjük, hogy egy két kisgyermekes anyuka vagyok, azért számtalan olyan kérdést és egyben rettegést is azért így, vagy így belejön az ember, hogy azt a mindenit, hogy mi lesz, hogy lesz, szabad, nem szabad,
És aztán egyszer csak így rájön az ember, hogy rosszabb már nincs, és mármint lelkileg, hogyha tényleg mélyen magamban nézek. És azt is, tehát hogy nem csak úgy kell megélni, hogy van két kisgyermekem, hanem úgy is, hogy igen, van két kisgyermekem, akiknek kötelességem boldogságot és pozitivitást közvetíteni, és hogyha nekem az lehet a mencsvár, hogy mondjuk egy új szerelem, már pedig ha már felébredt bennem, vagy észrevettem, hogy van ilyen, akkor miért toljam el magamtól, vagy miért ne engedjem az életembe? Úgyhogy nagyon sok kérdés, kételj, rettegés, de egyben vágyakozás, remény és a boldogság utáni sóvárgás is bennem volt. És hát egyébként egy bátor embernek tartom magam, és úgy gondoltam, hogy még azért fiatal vagyok, tehát nem kell ezt elengednem, és muszáj beleállnom, és merni kell ebbe belevágni. Hát most itt hosszasan beszélgettünk Márkkal előtted. Én most találkoztam vele életemben először. És hát egy olyan 25 éves fiatalemberrel találkoztam, aki 10 évvel idősebb a koránál legalább. Legalább, igen. De köztetek van egy ebből a szempontból negatív korkülönbség, hisz jó néhány évvel ő fiatalabb nálad. Uh-huh. Ez nem volt rettegés? Igazából sok minden eszembe jutott. Nyilván a szokások, a hagyományok, ami esetlegesen szakadék tud kettőnk között lenni, vagy mondjuk a korkülönbség, amit mondtál, tehát nekem is eszemben... Az ő szokásaikra gondolsz, igen, tehát a roma kultúrából fakadó szokások. Pontosan. Hogy ehhez te mennyire tudsz integrálódni? Igen. Hát vagy az, hogy az elmúlt 30-31 évemben teljesen máshoz szoktam, nekem soha nem mondta meg senki, mit csináljak, hogy csináljak, nem irányított, hanem sokkal inkább én voltam az, aki a saját életemet és a környezetében lévő emberek életét is irányítottam, és ettől tartottam, de az, amit ő adott nekem a beszélgetések alatt, a érzelmileg, vagy sokszor beszélnünk sem kellett, hanem ahogy rám nézett, és amilyen erő volt benne, abszolút nem volt már bennem rettegés, és mindig nagyon sokat beszélgettünk is pont ezekről. Tehát ő nagyon, nagyon szeretem, hogy amilyen egyenes, ahogy nem visz kanyarokat a beszélgetésbe, hanem úgy, ahogy benne van, azt ő mondja. Néha, még ha bántó is, akkor is mondja, de akkor is kiveszi belőlem, és mindig azt mondta régen, hogy addig nem állunk fel, amíg van benne tüske, vagy valami kételj, mert nem szabad szőnyeg alá söpörni a dolgokat, mert mi nekünk ebben lakozhat az erőnk, és ezeket mindig egytől egyig megbeszéltük, és hát ahogy mondtad, ezekben, tehát a beszélgetésekben nekem azonnal lejött, hogy ő nem egy 25 éves ember, csak egy 25 éves testben élő, érett, brutálisan jó gondolkodású, nagyon jó emberismerő férfi, akire azt gondolom, hogy, sőt nem azt gondolom, mert látom nyilván a környezetében élőket is, 40-50, sőt akár 60 éves emberek is felnéznek, és áhítattal nézik, hogy mit csinál, hogy csinál, és iszták a szavait, mert tényleg brutális jó meglátásai vannak. Figyelj, és amit mondtál az előbb, ezek a hagyományok, szokások, amikkel nem tudtad, hogy majd tudod-e esetleg, vagy nem tudom, hogy bele tudsz-e szokni, mik azok, amikhez mondjuk tényleg hozzá kellett szokni, vagy bele kellett szokni, ami neked nagyon új volt? Hát az az igazság, hogy amikor először én ezeket így megkérdeztem, mondtam, hogy adj már egy listát. De egy kicsit ilyen viccesen mondtam, hogy adj már egy listát, hogy mégis mik azok, amikre gondolnom kell. És egyébként nagyon korrekt volt, azt mondta, hogy figyelj, nem adok semmit, csiszolódunk, hogy majd, ahogy nem tudom, megyünk előre a kapcsolatunkba, és hogyha valami nem tetszik, vagy nem értek ezzel egyet, akkor mondom. És akkor mindig megnyugtatott, hogy de egyébként tök jól tudsz mindent, tehát hogy amúgy olyan, mintha te is így ebből jönnél. Tehát hogy nekem egyébként nagyon sok dolog magától értetődő. Például, hogy mit tudom, azért az ember nem viselkedik, hogy is mondjam, hogy így nem kelleti magát mások előtt, mondjuk, vagy nem öltözködik kifejezetten úgy, bár hozzáteszem, az öltözködésem változott talán a legtöbbet mellette. De ez sosem volt el ez a nagyon... Nem, de hogy nem tudom, egy bizonyos hosszúságút nem, vagy ami picit áttetsző, átlátszó, tehát hogy azért sok olyan van, sok olyan ruhám van, ami már nem az én ruhám, mert elindékoztam, mert együtt átnéztük a ruhatermet, vagy akár fürdőt, akkor azt együtt néztétek át? Ezt akartam igen, kérdezni. Igen, ő mindig segít ezekben. Aha, jó. Igen, nem, ez nem, nem? Igen, és volt egy-kettő, amire azt mondtam, hogy
Léci, ezt hadd tartsam már meg, ez nem. De nekem ez a talán a legérdekesebb pont. Hát veled nem ma találkoztam, téged régebben ismerlek. És amikor viszont ugyanebben a stúdióban először találkoztam veled, akkor én azt láttam, hogy van egy nagyon önálló, karakteres üzletasszony, aki gondját viseli magának és a körülötte lévő dolgoknak, tehát egy határozott nő. Uh-huh. Most Márkkal beszélgetve és téged is hallgatva, hát szerintem a ti kapcsolatotokban te sok minden lehet, csak határozott nő nem. De lehetek azért határozott, meg meghallgatja véleményem, de ő a családfő, ő a férfi. Értem, csak ez egy hatalmas változás, ha belegondolunk. Kezdetben nehéz, de én nem gondoltam volna egyébként, hogy ennyire jó elengedni magamat, és átadni valamilyen szinten, mert hogy nagyon nehéz volt együtt élni azzal a felelősséggel, amivel éltem, hogy én nem lehetek beteg, nem engedhetem meg magamnak azt, hogy fél órára lepihenjek, hogyha azt érzem, hogy összeesek a fáradtságtól, mert tudtam, hogy mindig hajtanom kell. Tehát konkrétan fél óra szünet nem volt a napomban, mert olyan szinten be voltam táblázva, és ez nagyon nagy lelki teher volt, és óriási felelősség. És most életemben először érzem azt, hogy van felettem valaki, akire lehet számítani, akibe tudok kapaszkodni, és megengedhetem magamnak azt nőként, hogy néha elgyengüljek, hogy néha azt mondjam, hogy én most szeretnék lepihenni, mert fáradt vagyok, és ez egyébként egy nagyon-nagyon jó érzés. Most fut éppen a TV2-n ez a Párharc című sorozat, amiben szerepeltek igen. Párként. Igen. Ez hozott ki valamit, anélkül, hogy az eredményről érdeklődnék, vagy bármiről, ez hozott ki valamit a kettőtök viszonyában? Nem különösebben egyébként, tehát hogy mi tényleg úgy mentünk oda, hogy igaz, hogy akkor még csak 4-5 hónapja voltunk együtt, tehát egy nagyon friss kapcsolat volt, nem mintha most nem lenne friss, de hogy nagyon friss volt a kapcsolatunk, és mi teljes biztonsággal mentünk oda, mert tudtuk, hogy nem, tehát hogy amilyen vihar volt körülöttünk, ugye a kezdeti fázisban, az minket olyan szinten megedzett, és annyit kellett a másikra támaszkodni, és annyi mindent kihozott belőlünk, hogy igazából azt gondoljuk, hogy mi bármin keresztül tudunk menni így kézenfogva, és a műsorban megmondom őszintén, hogy egy kicsit így először azt gondoltuk, hogy de jó, bemegyünk egy kicsit lazulni, hogy ott egy picit így ugye magunk mögött hagyjuk a külvilágot, nem kell a cikkekkel szembenézni, vagy nem halljuk az ismerősöktől, hogy na már megint mit írtak, meg mit kommenteltek, meg mit gondolnak, meg mi miért volt, meg hogyan, hanem egy picit oda bemegyünk kikapcsolódni, meg játszani. Tehát, hogy alapvetően... Fállőtték GBM-et. Aztán meg bepánikoltál, mert magasban voltál, meg minden. Igen, tehát hogy aztán észrevettük, hogy hol vagyunk valójában, és harcoljunk kell, tehát hogy nem számítottunk, hogy ilyen kemény lesz egyébként a műsor, meg az abban lévő játékok, meg aztán még nyilván volt a villabeli történet, meg a fú, de jó műsor legalább. Majd kiderül. Jó volt. Ez izgi. Piros. Piros. Laci. Mi az igazság? Mit jelent számodra a család? Milyen számodra? Mert pont amikor nem ez volt a kérdés, is beszéltem róla. De csak egy kicsit. Ez igazából nekem az az éltető erő, az a mag, az a szív, az pumpál, az pulzál, az ösztönöz, az ambícióm, a mindenem, a család, az a megnyugvásom. Hogy képzeled el a GBM családot? Nincs GBM család. Ez nagyon érdekes. Van a GBM, aki épít valamit, aztán vannak a csemetéi, meg van a anya, nagymama, meg a többi rokon, akik ezt élvezik. És a családomban ott nem GVM az, aki
bármilyen eszmecserét folytat, hanem az tényleg egy apuka, egy unoka, egy fiú, egy gyermek, mert ott valós értékekről beszélek, ami szerintem az élettapasztalat. Milyen apuka vagy? Hogy érzed? Nagyon sokszor megkérdezem a gyermekeimet. És borzalmasak, hogy én vagyok a legjobb apuka a világon. De akkor is visszakérdezek, és nem azért, mert én ezt hallani akarom, hanem a gyerekeim az egyetlenek, akiknek úgy nagyon meg akarok felelni, meg nyilván Edina, meg a családom felé, nyilván van mindenkiben egy alap megfelelés, meg hasonló dolgok, de hogy úgy őszintén azért, ami vagyok, és hogyha a gyermekem az hogyha elém áll, és látom, hogy boldog, és úgy megkérdezem, hogy boldog vagy kicsim, és amikor azt mondja, hogy igen, akkor úgy olyan érzések töltenek el, amit nem hiszem, hogy szavakba lehet foglalni, és ez megint egy olyan dolog, hogy én megkérdezem azt is, hogy jó, hogy legyek jobb apa. Én inkább innen szoktam közelíteni, hogy mi az, ami még boldogabbá tehet. Hát mert hisz nem volt előtted olyan apakép, akitől így át tudtál volna bármit örökíteni? Volt azért, igen, aki felnevelt engem apám, ő nagyon sokat foglalkozott velem. Egyébként az vér szerinti, igen, de már a vér szerinti apával is meg tudtam békélni pont mostanság, és tényleg az van, hogy de én tőlük is jobb akarok, én mindenkitől jobb apa akarok lenni, mert a gyermekeim lelki világa a legfontosabb a világon. Ismereteim szerint az a roma kultúra, ahonnan te jössz, amit élsz, ott azért mindig megvan, te nevezted magad Alfa Hímnek, aki a család feje, aki a család fővé válik. Igen. Nálatok te vagy? Igen. Mi a módszer? Hogy tartod össze a családot? Hogy működik ez a család? Mekkora ez a család? Borzalmasan nagy. Borzalmasan nagy, borzalmasan hangos. És akármilyen alfaim vagy, a csajok azok csajok. Szóval ott hogyha menősködsz, akkor ott nyakon vagy vágva, hogy ülj már le. De nyilván van az a hangvitelű beszélgetés, amikor így leülteted őket, és elmondod, hogy szerintem az a megfelelő, hogy a kommunikációban nincs kanyar véve a beszélgetésekben és hasonló dolgok. Én nagyon szerencsés ember vagyok, mert nem érzek romlottságot a családomban. Nem érzem azt, hogy ő álszent a családom. Nem érzem azt, hogy szeretet hiány van a családomban, hanem olyan fajta szeretet van a családomban, és olyas fajta szerelmek, hát anyám szerelmes Edinába, a nagymamám szerelmes a gyermekeimbe, Edinába, belém, mi szerelmesek vagyunk egymásba. Nagyon tudunk szeretni, ez mellett nyilván az a tipikus, nagyon hangos olasz család vagyunk. De hogy inkább az alfaim feladata, nem az, hogy leültesse szerintem a családot, és így csináld, úgy csináld, úgy kell, hanem hogyha szükség van az alfaimbe, akkor úgy lépjen elő a sötétből, és oldja meg a gondjait a többieknek. Te vagy a felelősségvállaló ezek szerint? Igen. Az egész családot tekintve? Az egész családom. Én vagyok. Az az én felelősségem. Az én. Most azt mondtad, hogy sok ember, de ez mégis hány fő? Hogy képzeljük el? Hát gyakorlatban tehát akkor hogyan éltek? Hogyan éltek? Tehát hogy kizem van? Nem, hadd lássam azt a vasárnapi ebben. jó, vállaltiteket sok szeretettel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy én édesanyámat hazaköltöztettem. Most neki teljesen új élete indul, ami tényleg az unokákról szól, rólam, a menyéről, egyébként a menye a mindene. Szóval, hogy Edinával úgy megtalálták a közös hangsúlyt, és meg az unokáért rajong az Edina gyermekeért. Honnan költöztetted? Németországból. Nekem kint élnek anyám részéről a család nagyon sokan. Többieket még nem tudtam teljesen hazacsábítani, de rajta vagyok az ügyön. Én egyébként az unokaöcsémmel, a Ginókával kezdtem el ezt az egészet, hogy hazahoztam. Onnan indul az egész. Van a Ginóka háztartás, a Ginóka, és ő neki nem úgy segítek, hanem, hogy mondjam, közösen dolgozunk. De nyilván belerántottam egy körforgásba, amiben olyan profi, és annyira úgy gondolom, hogy fölülmúl engem is, hogy tényleg le a kalappal, nagyon büszke vagyok rá. Aztán jött az, hogy anyámat hazahoztam. Edinával össze kellett
nyilván bútorozni, meg létrehozni az életünket. Nagyanyámat hazahoztam, az ő fiú testvérét. Ez mellett kint van a húgom, őket is támogatom, ahol tudom. Őnek is most született gyermeke. Ez mellett anyám testvére ott van. Ez mellett ott van nekem nem tudom hány alkalmazottam, akik már szinte, mintha családtagok lennének, mert eltelt 5-6 év, és koppanásmentes a kapcsolatunk. Onnantól kezdve értük is felelek. Én ilyen mindenkit, így, aki közelembe lévő, annak baja nem lehet. És ezen kívül én tényleg, én azért nem élek rá mondjuk vitatkozni, vagy vannak olyan dolgok, amikben nem állok bele, mind a mellett, hogy mindenki azt látja, hogy én mindenbe beleállok. Ez nem így van, mert több dologba bele tudnék állni, és lényegesebb dolgokba, mint amiket így lazán elhintek és felfújja a sajtó. Én nekem kötelességem a saját háztartásom, a gyermekeim háztartása, édesanyám háztartása, a nagymamám háztartása, és mindemellett, amiket mondtam még, a húgomé, hogyha úgy van, bárkié. Én ezért vagyok alfahím, mert ameddig én vagyok, ők neki bajuk nem lehet. Na, várjál. Most, ahol itt tartasz, csak a felsorolás okán. Én nem vagyok jó matekból, ez nagyon sok. Sok. Várjál, pont ezt akartam mondani. Hogy lehet, hogy elkezdek repelni. Na, most jövök én. Azt mondja, hogy mi az igazság? Mit jelent számodra a család? A mindent, a boldogságot. Nagyon, nagyon röviden. Én egy borzasztóan családcentrikus ember vagyok, vagy legalábbis annak vallom magamat. Imádom a gyerekeket. 3 gyermekem lesz, soha nem gondoltam, hogy nem. Hogy vagy? Most csak egy pár szót. Jól, nagyon jó. Még az elején vagyok hát egyébként, de nagyon jó. De pont az elején szoktak rosszul lenni, nem? Igen, nagyon érzelmes vagyok. Ez még az első 2 várandóságom alkalmában ennyire nem jött ki, úgyhogy remélem, hogy nem fogok sírni. Bár ha fogok, akkor remélem, hogy boldogságomban, mert legutóbb ez nem pont így történt. Úgyhogy nagyon jól vagyok egyébként. Tényleg, tehát múltkor megláttam egy bevásárló központ egy idős nénit, meg egy bácsit, és tényleg nagyon idősek voltak, tehát a néni épp hogy totyogott, és hogy fogták egymás kezét, ezt nem 20 percig zokogtam rajta, tehát hogy ennyire. Tehát, hogy visszatérve a családra, nekem nagyon sokat jelent a család. Ugye igaz, hogy a dédim és az anyukámmal éltem, tehát hogy arról az oldalról kicsi, annál erősebb egyébként így a családi kötelék, de például az apukámék oldaláról ott megtapasztalhattam a nagy családot, és valahol én titkom, vagy nem titkom, nem is tudom, hogy már régen hogy gondoltam, most teljesen új nézeteket vallok. Én nagyon vágytam a nagy családra. Hát ezt most megkaptad. Igen, igen, abszolút. Amit mesélt Zsíniás, összesen számolni, te tudod. Tudom, de hogy én nagyon élem ezt, nagyon, nagyon szeretem. Őszintén szólva, én mindig az a típusú ember voltam, hogyha mondjuk sok barátom is volt, akkor, és volt mondjuk egy szabad órám, akkor nem a barátaimat hívtam, hanem anyukámat, vagy a mamámat, vagy éppen azt a családtagomat, akivel szorosabb volt a kapcsolatom. Te és az új anyósoddal? Jaj, hogyan? Nagyon szeretjük egymást. Igen? Nagyon. És nagyon. Azonnal? Vagy ennek volt azonnal, egy folyamata? Azonnal. Abszolút. Tehát mi először találkoztunk, és szerintem a második vagy a harmadik mondatnál, tehát így belenéztünk egymás szemébe, és így azonnal megvolt az összhang. Amikor érzi az ember, hogy kölcsönös a szimpátia, és hogy nagyon jó lesz a kapcsolat, és ez tényleg azóta is töretlen. Ugyanaz, mint egyébként a Márk valahol, tehát hogy ugyanazt a stílust, ezt a vehemenciát képviseli, és egyébként én is látom magamat bennük, csak ugye én annyira már, tehát hogy nekem egy hatalmas felismerés az ő családukba való bekerülés, hogy én régen milyen voltam, vagy mennyire nem figyeltem oda magamra, vagy nem is a magamra, hanem a családra, az igazi értékekre, hogy miket kell megélni, mert annyira azon voltam, hogy persze ott is a család volt a fókuszban, hogy a gyerekeimnek mindent megadjak, hogy legyen ház, legyen ez, legyen vállalkozás, mindent csináljak, hogy igazából elfelejtettem, hogy mik azok a dolgok, amik igazán számítanak az életben, mondjuk a mély beszélgetések, hogy megkérdezem, hogy hogy vagy. Tehát nem azt, hogy szia, hogy vagy, jól van, akkor dolgozzunk, menjünk tovább, mert régen ez voltam. Uh-huh. És most meg leülök, beszélgetek, és tényleg például a Márkkal olyan beszélgetések vannak, hogy elalszanak a gyerekek, még tévézünk, és van olyan, amikor ránézünk az órára, hogy Jézusom, hajnali 4 óra van.
hogy 2 óra múlva kell a kislányom, hogy Jézusom, de hogy mégis annyit adnak ezek a beszélgetések, hogy el is felejtem, hogy fáradt vagyok, mert annyira feltölt, mind a közben, hogy nem alszom. Hát, hogy most van időd megélni őket. Igen, tehát az, hogy az ember mit és hogyan él meg az, hogy kikkel, tehát hogy az eszméletlen, és én ezzel tényleg most találkoztam, hogy látom az ő családjukat, azt, hogy mennyire egybe vannak, de hozzáteszem, hogy a Márka a kulcs ehhez. Tehát, hogy ő az, aki olyan szinten egybe tartja a családot, és mindenkit odahív, megszervezi, beszél, felhívja, hív már fel, csináld ezt, a szájába adja mondatot, ezzel olyan plusz szeretetek, meg minden oldódik a családba, hogy én egyébként így tényleg így ámulok és bámulok, hogy mennyi erő és energia van benne. Hát ezt nagyon jó hallani. Jöjjön Edison kérdése, mert itt ebben a pillanatban kell, hogy jöjjön a kérdése. Tedd föl, aztán folytatom. Mi az igazság? Mit jelent neked a pénz? Eszköz. Hát igen. Kifejtem bővebben is. De igazából én nagyon szerettem volna pénzt. Amikor nem volt. De ez minden ember így van. És én megígértem magamnak, hogy ha lesz, már pedig lesz, akkor én meg fogom engedni azokat a dolgokat magamnak, ami csak kifér a csövön. Nekem, ha egy forintom nem fog maradni, és én nekem kell egy Nike cipő, akkor én ezt már akartam fogom venni. Ezért is vagy most mondjuk egy jó kis Gucci kabátban? Igen. Jó, de már róla ezt is írja a sajtó, és minden lesz, hogy GVM csak Gucciban jár, ez igaz? Hát nem igaz, megnézzük a cipőd is az. Hány forint van most rajtad? Hát szerintem nem tudom. Ha csak a ruha? Igen. Hát igen. Igen. Szerintem egy millió kettő. A és cipő, akkor is az órát hozzászámoljuk, ami, ha jól látom, akkor egy Rolex. Az szerintem egy 10-es, 8-as. Na akkor. Na, várjátok, várjátok. Most ezt elviszitek a fókusz, gyerekek. De nem, teszek a Rolexére meg a Gucciára. Engem az érdekel, hogy miből él. Rapper vagyok. Tényleg. Ugye onnan kezdődött, hogy én 61, te rapper, taníts már meg rappelni. Én írok neked, de becsület szavamban szólsz, bejössz a stúdióba, exkluzív kiadása. És akkor neked is jön Gucci. És én írok neked egy slágert. De úgy fog indulni, hogy most a GVM megy a hétvégén, mindig tudod fellépni, akkor először elmész mellé duplázó. Tehát, hogy ő rappel, te meg mindig így rárappelsz majd a színpadon. És hát így kell csinálnod? Hát, hogy így hozzászokjanak, tudod. Te várjál, de nem vagyok, tök süket vagyok? Nem baj, most. Összehozzuk. Na, de szóval, igen. Honnan jön a benzin? Orbitálisan sok melóból. Megrendelések a producer meló, illetve koncertem, fellépésem annyi van szerintem, amennyi nagyon kevés előadónak. Például. Tehát most is állandóan mész? Folyamatosan. Tehát hát hogy képzeljük, a havonta hány? A nyár az úgy néz ki, hogy egy héten van 6 hét. A téli szezon, most nem tudom, nyilván nem a háborús időszakról beszélek, mert ez kérdőjel meg mindenkinek, hogy itt most mi fog történni. Ez úgy néz ki, hogy heti 3-4. Az se kevés. Nem, és borzalmasan sokat utazom, mellette dalt írok mindenkinek, magamnak, meg nyilván a digitális bevételek. És érzékelted ebben a folyamatban, és itt most komolyjá válok. Ebben a folyamatban 13-14 éves korodtól kezdve, ahogy nő GVM, te érzékelted, hogy lehetsz egyre drágább? Nyilván. Uh-huh. Az igazság, hogy az üzleti érzékem az nagyon megvan. Igen? Szerintem ez ilyen velem született tehetség, ugyanúgy, mint a zene, hogy én látok pénzt mondjuk abban a székben, akkor én meg fogom kérdezni, hogy üzleteljünk vele. Hogy akkor mi? Én nekem van rá vevőköröm, mennyibe hozott be, keressük meg a legolcsóbb beszerzést. Nagyon sok mindent csinálok egyébként, így nagyon komplex vagyok. Honnan van vevőköröd? Hát ez szerintem az országos ismertség és országon kívüli ismertségből a kapcsolattőkém az elég jó. Így mind az utcától, teljesen fel Buda legtetejéig. Szerintem ebben a széles skálában mozgásom miatt van az, hogy így mindenre van ember. A rappet már végignéztük.
azt mondod, hogy a másik dolog, amihez érzéked van, az üzlet. Uh-huh. Mutasd meg azt a folyamatot is, hogy kezdődött. Először lemezelsen... Ez nagyon csintevés. Ez nagyon nagy csintevésem volt. És kapcsolódik hozzá az én kérdésem, az az lett volna, hogy mennyire mélyről indul az, ahol most tartasz. Mert most azért nem szerények a körülmények. Borzalmasan. Megláttam egybe egy ezrest, és sokkot kaptam, hogy ó, ez egy ezres. Ez sose fogy el. Aztán rájössz, hogy nyilván elfogy, egy giroszt veszel egy üdítővel. Eddig volt a repsztár korszak. Én már suliban, amikor ugye apukám pihent, a nevelő apám, akkor azért ott nagyon megzuhant a család, és nagyon sokan voltunk, és láttam azt, hogy nincs úgy, de a mama olyan ügyes volt, meg anyu, meg mindenki, hogy tényleg, én nem tudom, hogy varázslók, azok tényleg 500 forintból főztek, vagy én nem, elképzelni nem tudom. De nyilván megszerettettek olyan dolgokat, mint a vizes cukros kenyér, meg ezek a kis trükkök, de én ezeket imádom. És most is megeszed a vizes cukros? Persze, hogy meg. Simán. Na, ez hogyan fejlődött máig? Megindult a zene, megindult a nézettség, és nagyon sok kiadó megkeresett. És mindenki százalékarányos osztásokról beszélt nekem, és arról, hogy ők mit tudnak hozzárakni a produkcióhoz. És én nem fogok neveket mondani, nagyon komoly kiadókról beszélek, tényleg mindenki meghallja nevüket, és és közben sehol semmi, én tudtam, hogy nekem ez nem kell. Én vártam, én 3 évig inkább egy forintot nem kerestem, megvártam, hogy a francia cég megkeresse, nem tudtam, hogy a francia cég lesz, ez a Believe Digital. Na én onnantól kezdve, én elkezdtem ezzel a sráccal tárgyalni, Gyerekcipő volt a cégük, ma már ZRT. Én meghallgattam, hogy ő miben hisz. És amikor úgy rájöttem, hogy ebből lehet valami, és a monetizálás, és így minden, ahogy levezette nekem az ő munkafolyamatukat, akkor úgy beadtam a derakam. És ahogy visszaigazolt az, hogy nem kell kiadó, mert magamtól meg tudom keresni ezeket a cégeket, onnantól kezdve már tudtam, hogy megállíthatatlan vagyok, bárkit megkeresek. Ezekkel az emberekkel nyelvet beszélsz? Nem. Nem. Én nem vagyok egy nagyon iskolázott valaki, ezért sok támadás is ér. Én sokáig nem tudtam helyesen írni, mind a mellett, hogy jó dalokat írtam. Várjál. Én csak azért kérdezem, mert beszélsz már francia cégről, stb. Itt nem jön egy nem éred el egy ponton, az angol mondja, hogy glass ceiling, az üvegtetőt, amiben beütöd a fejed? Mert hova lehet fejlődni egy piacon belül? Itt jön vissza az, hogy a jéghátán is megélek. Hogy én nem tudok angolul, én nem tudok semmit, nyilván nem lehet eladni, de nekem ez sokáig falba ütközés volt, hogy például nem beszélek nyelvet, nem tudok helyesen írni, de már egyébként most már nyilván tudok, meg nincs ezzel bajom. De hogy egyébként sokáig, de nyilván amikor más meg gimibe járt, vagy egyetemre ment, én mentem pénzt csinálni, meg rapsztár akartam lenni, szóval ez... De nyilván pótolható tulajdonságok ezek, vagy készségek. Oké, de nem akarsz nagyobb lenni? Nem most akarsz jövök rá. Most jövök rá, hogy jött a francia cég, és volt egy kis panom, akiről tudtam, hogy Angliából hazaköltöztek. És akkor én tolmácsra mentem tárgyalni. It's GVN. Azért tudtam, erre vagyok arca. Aztán nyilván megkértem a csávot, hogy onnantól kezdve nekem adjanak egy magyar kapcsolattartót, mert én nekem ez így nem fog működni. Úgyis internacionál cég akar lenni, akkor szerintem elég jól fog nekik jönni. Nyilván ez így is lett, azóta van nekem Zsahán. És én a Zsahán azt beszél magyarul is, és csodálatosan működünk hát együtt. Nincs az az üveg tető, amiből beverném a fejem, mert könyökkel kiütöm. Értem, kiütött könyökkel. Nem gondolkodtál nemzetközi karrieren? Tehát nem. Nem, én szeretem a hazánkat, nekem jó itt. Én ebben lubickolok. Uh-huh. Én szeretem ezt. Nyilván egy nagyon depresszív ország, egy sajnos nagyon sok rossz indulatú ember van, de nyilván annyi jó is. De mégis úgy magyar vagyok, én szeretem. És akkor ez, hogy mondjam? Ez is sok. Ez is sok. Ez is sok.
hogy elmegyek egy moziba, és nem tudok végignézni a filmet, meg kattognak a bakuk, vagy a plázában nem tudok a kedvesemmel menni 2 métert, mert engem méterenként megállítanak. Ez már, én tényleg úgy vagyok, hogy én énekes vagyok, rapper vagyok. Én érzelmeket váltok ki emberekből. Az, hogy tényleg a világon sehova ne tudjál elmenni, én nekem az nem kéne. Ez tényleg nem. Én nekem ez bőven elég, és még néha sok is. Na, Tomi, elvesztem, itt már Edinka jön. Ja, Edinka, Tomi volt. Boríték volt. Igen. Én vagy? Igen. Igen, azt a harmadiknak. Jó. Csak közben én teljesen elvesztem. Ja, igen. Már ott voltam kicsit. Mi az igazság? Mit jelent neked a pénz? Eszköz. De... Azért nevetünk, ugyanezt mondtam. Ugyanilyen tempóban is ugyanígy. Eszköz. Hát egy csúnya dolog a pénz egyébként, főleg a mai ide. Világnak. Csak ilyen ide. Elveszünk majd. Már itt vagy. Igen, hát sajnos, hát jó, ha van igazából, az sajnos el kell mondani, de... Olyan durva, hogy én a mostanság így, ahogy változik a világ, én egyre inkább vágyok oda-vissza, ahol valójában nem sokat voltam, tehát hogy ez a nomád életmód, hogy én annyira, ha lehet ezt így mondani, de annyira azért nem vagyok letargikus állapotban, de hogy azért így félek, rettegek egy kicsit attól, hogy mi lesz a gyerekeimmel x 10-20 év múlva, amikor ők oda jutnak. Tehát, hogy annyira durva az, hogy mi van a világban, meg mi megy a világban. Egy nap elmentem vásárolni, és ilyen alapvető alapanyagok hiányoznak a polcokról, és így rájöttem, hogy úristen, kell venni egy földet, és művelni kell, és magamnak tartok mindent, hogy a gyerekeimnek tudjak adni ennivalót. Ja, ilyen szempontból értetted azt, hogy a nomád körül, mert hirtelen nem értettem, igen, azt, hogy a jövőben is biztonsággal kávé fönt tud tartani a családot. Hogy ne függjenek attól, hogy mondjuk pénz, amiről ugye beszélünk, vagy azt, hogy meg tudják-e venni, vagy lesz-e rá pénz, vagy egyáltalán van-e a boltokban, hanem hogy így meg tudjam nekik adni, hogy adjak nekik egy olyan biztos alapot, vagy egy földet. De hogy... De közben meg azért úgy tűnik, hogy azt élvezed, hogy most anyagi szempontból nagy biztonságban vagy a márk mellett. Igazából én nem vágyom nagy anyagi, nem is tudom mikre, tehát hogy én vallom a mai napig, tehát hogy hiába igen, a márk egy brutálisan ügyes üzletember, nagyon ügyes előadó, aki nagyon-nagyon jól helyezi a kis bábuját az asztalon, vagy a játéktáblán, tehát hogy ezt tényleg tanítani kéne, amit ő egyébként véghez visz nap, mint nap, de én még mindig az vagyok, akinek jó a, nem tudom milyen ruha, tehát hogy én nem vágyom arra, hogy a Gucciba menjünk, ha bár valamikor megfordulunk. Egyébként meglepődnél, mert bemegyünk, és azt mondja, hogy neki is kettő, neki, én megmondom, hogy nem már, mert nekem ez új, meg nem voltam, tehát hogyha még mondjuk régen meg is tehettem volna, és úgy volt, én nagyon, tehát tőlem nagyon távol állt ez. Ezt mondani, hogy te nagyon nem ez vagy. Nagyon nem, és ő meg látom, hogyha megvehet nekem, őt egy olyan büszkeséggel tölti el, főleg, hogyha viselem is, és na igen, milyen menő vagy, és hogy ez a csillogás a szemébe, tehát, hogy most nyilván nem azt mondom, hogy sírva fakadok, hogy fel kell vennem, meg na, tehát, hogy ez elég álszent lenne, de hogy alapvetően meg inkább azt mondom, hogy csinosítgassuk a lakást, hogy otthonos legyen, tehát, hogy én sokkal inkább Gucci erre... Gucci filmet láttátok? Láttuk. Én láttam, és neki azt mondtam, hogy ne nézze meg, mert nekem nem tetszett. Sajnos nekem sem, pedig úgy vártam. Igen, én kijöttem amúgy a végéről, be kell. Én otthon néztem, és végig szenvedtem. Na mindegy, igen. Ugye? Nem. Gucci. Na, úgyhogy őt nem szenvedtettem. Tehát, hogy visszakanyarodva nekem nem fontos annyira, mint neki. Viszont, ahogy mondtam, ő családfő. Tehát, hogy ő mindenkit biztonságba szeret tudni, hogy mindenki jól éljen, hogy ne kelljen azon rettegnie, hogy ki tudja fizetni a számláját, hogy van mit ennie. Tehát, hogy ő most nem sorolom végig, mert nem is akarom meg egyébként sem, de hogy ő nem egy, nem két, nem három embernek ad havi szinten, vagy heti szinten pénzt, hanem ő tényleg megy,
körbe megy, egy ilyen kis körúta van, és mindenkinek ad, és jól vagy, megszeretgeti, megöleli. Tehát, hogy ez a klasszikus, amit régen látott az ember, akár szappanoperákban, vagy én nem is tudom, hogy honnan ez a modell, amit ő csinál, gondolom elődöktől, vagy ez a normális neki, de hogy ez a mai világban egyébként én ilyet nem láttam nagyon, vagy nagyon ritka, és nekem ez brutálisan példaértékű, tehát, hogy ő meg ezért hajt ennyire, és ezért ragaszkodik mindig ahhoz, hogy neki menni kell, pénzt kell csinálnia. Én meg tényleg nő vagyok, most otthon vagyok, és azért nyilván voltak rosszabb hónapok, vagy időszakok, amikor azért így fel kellett, most nem pénzügyi viszonylatban mondom, hanem lelkileg, és egyszerűen nem tudtam volna magamat megerőszakolni, hogy jó, most dolgozok, ide megyek, oda megyek, mert nagyon nagy szükségem volt arra, hogy lelkileg összekaparjam magamat, és egy kicsit így visszaépüljek, és egyébként szerintem nagyon jót tett, de hogy azért én is csinálgatom a dolgomat. De hogy más jelentett a pénz a márk előtt, és más jelent most? Nem egyébként. Mert te teljesen másképp, nem. De te magad is másképp működsz. Másképp működök, de nekem ami talán másképp működött, az az emberi viszonyok és az érzések. A pénz az nekem mindig ugyanott volt. Mi van a politikában? De nekünk is mondd el. Igen, nem úgy, ahogy szoktad. Tehát nem úgy, ahogy szoktad, hogy ez csak a tiéd. Ezt már elmondta. Bármit is látnak rólam kívülről, mindent tettem, a családomat szolgálja. Tényleg elmondtad. De jó, hogy elmondtad. Na. Igen. Igen? Ja? Hát miért szigondál el? Hogy Cserevina igazsága? Megérkeztem. Hát eddig erről beszéltünk. Jól van. Mikor jön a baba? Hát mondja meg, dátum szerint? Nem, kábé. Még odébb van. Még odébb tavasz. Köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy köszönjük szépen. Nagyon szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük nagyon szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Azt a kellemes beszélgetést. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.